Hol találod? Rámész a képernyő megosztás. És most ki tudod választani, két vidket van. Képernyő megosztás vagy alkalmazás megosztás. Hello, hello. Kérhetek valamit? Hogy nem vennél egy másik GPS-t? Lehet az asszonynak, vagy bár mindegy. És hogy esténként nem raknál bennünket egymásra? No, megkezdjük akkor ezt is. Mond,
Te látsz? Hm? Dezső? Jobbra? Menjünk balra, vigyázz a falra. Index, balra, kormány, balra, megyünk balra. Na, megtaláltad? Olé, ezt ad el a körforgalom. Ha, a második kiárat, muy bien. Na most menj ki. Oda néz, egy csík fákból. A szupi akkor. Akarsz csinálni egy 300 ezer forintos számlát? Wow, azért jó. Azért nagyon jó, hogy ilyen gyorsan is tudsz menni. Hello, hello. Nem maradt el a semmi, most kezdtünk. Talán egy... Ah, ja. 9 percig kezdtünk, úgyhogy... Nagyon semmi, hogy most indultam olyan rég. Megyünk oroszlányba. Ott mi a helyzet? Tudod, mit csinál az ember a ütközés egy ilyen sebességnél? Hát, figyelj, tudom, erre nem válaszolok. Valád a szemed előtt csak nem veszed észre. Van ilyen. Ja, 50-50. 50-50. Ez az, Pubi! Nyomjad neki! De nem még egy picit gyorsan, csak kérdezem.
Ó, lehetnek majd a tippek, már menjünk. Innyiben vagyunk, 8 Szépsebesség, kilométer. gratulálok. Én meg Úgyhogy ugye várom majd. álmomban szeretnék meghalni, mint a nagyapám, és nem üvöltve Már sikoltozva, mint menjünk. az utasai. Jó lenne kisbér vagy a doba anya. Azt mondom, arra még nem voltunk. Szeretem ezt a vidéket, olyan nyugis. Majd mindjárt jobbra fogunk fordulni, addig tarts ki. Menjél jobbra. De megnézzük, hogy mik a küldetések először, hogy már lehet mondja. Küldetések. Fuvarok. Én értem, hogy van légzsák, de ennyivel? Nem sokára jobbra kell menni, de tényleg. A szeretőd legyek én, jobbra megyünk te meg én. Majd menjél balra. Nem most, nem most, nem most, te kis kócos. Menjünk el, balra. Az vagy nekem mi, testnek a kenyér. Mindjárt jobbra megyünk. Nem baj. Is állok, de jobbra! Nem baj, majd akkor gyere. Ott sincs nagyon mozgás, úgyhogy nyugodtan. Nem csak a dolgod. Yeah! Megjöttünk a célhoz!
No. Mi van itt egy pár? Toto bánya. Toto. Horon voltunk, csak halon voltunk. Igen, oda megyünk. És nem megyünk. Na. Tata vagy tata bánya, lehet majd dönteni. Ja, Viktor. Pont jókor jössz. Válassz egyet. Tata bánya vagy tata. Hello, hello. Egy 2 perc gyorsan ki kell szaladnom. Felejtettem elmenni az előtt dolgomra. Egy 2 perc és jövök, jó? Addig döntsétek el, merre menjünk. Kettő közül, jó? Kettő közül lehet választani. Tata, tata lesz akkor, jó? Oké, akkor mindjárt indulunk is. 2 percet kérek.
Meg tudok elnézést. Hoztam be ennyi volót is. Kellemes napot kívánok mindenkinek, én az önök műsorvezetője vagyok, nem egyszerűen egy GPS hang, hanem kifejezetten egy entertainer. Ez egy idegen nyelven azt jelenti, hogy szórakoztató. Én szórakoztató igyekszem lenni, nem úgy, mint esetleg mások, úgyhogy kérem, a jövőben is főleg engem válasszanak, mert százalékom van. Jó utat kívánok, jó vezetést és kevés eltaposott gyalogost! Na, igyekszünk nem eltaposni senkit csak akkor. Ó, mit viszünk, tartalmat viszünk a helyi, de szuper. Ha szeretőd legyek én, jobbra megyünk te meg én. Nem hiszem, hogy összejátszottam ezzel a játékkal. Így nem is tudtam vezetni belső nézetből, nem tudom miért. Mindig külső nézetbe kellett játszanom, vagy az kamion elején, mondom kamerában, hogy ott néztem. Vagy a nagy kijelzőn néztem teljesen kívülről, az egész kamiont lassan. Most meg úgy nem tudnék vezetni már, és megszoktam ezt. Ó, oh, Hungaroring! Na most a második kijárat, az a jó. Köszönöm, jó vagyok, hétvége van. Még többen is kell, hogy szombat van. Na most menj ki! Ott mi a helyzet? Hogy telik a hétvége? Ha mondjuk fel elment, de... van még hátra, még van időnk. Mi van? Átfestjük az autót pirosra? Belül? Én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen rohadt gyorsan kéne menni. Menjél szépen egyenesen tovább. Hamar elment. Nem kellett olyan korán se. Rájött imáma felkelni, mindenki rájött felkelni ma. Elmentünk egyet a városba bevásárolni. Aztán most itt vagyok. Hamar elment, ha miért bementünk, 3 óra volt, mire végeztünk. Egész mindenséggel. 9-kor mentünk be. Ilyenc kommentünk, mert délkori voltam itt volt. Úgyhogy ja, sokáig voltunk. Általában ilyenkor ilyen a bevásárlás. Index, balra, kormány, balra, megyünk balra. Fordulj balra, szerintem. Köszi, mindenki jól van. Mindenki épp egészséges és vidám. Hogy minden fasz a hálassanak. Hú, apafej, én láttam már balesetes képeket. Tűzoltóság.hu.
egy kör alakú dolog, amiben bele lehet menni. Második kiárat. Na most menj ki. Nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel mégy, tudod, mert én végül is egy viszonylag strapabírótokban vagyok. De biztos vagy benne, hogy te is? Azóta vagyunk fortizni. Ezt hamarra toljuk, az nem sokat gondoltam, mert nem számok el sokat. Max egy órácskát adunk ezzel. Sokat nem terveztem ma. Majd... Ott így is azt szerintem egy jó 3 órás megint. Hogy tegnap. Hölgyeim és uraim, egyenesen! Ja, a hétvégén talán 4 vonal tovább, igen. Á, most plénbe csak egyet több, mint hétköznap. Körforgalom lesz, majd aztán az első kiáratom menjük. Szerintem majd lehet, hogy variálunk ezeken a streameken. Hétvégén te megtartjuk a 4 gémet. Hétköznap meg szerintem 2. Na most menjük. Hétköznap szerintem csak 2 lesz mostantól. Nem még a laptop, miért tennék a 3 gémnek. Egyre jobban csak úgy veszem észre. Hétvégent azért 4-et le tudunk tolni seppelc alatt. A seppelc alatt ma. De 4 gémet szerintem simán hétvégente meg tudunk csalni. Ugyanígy. Vagy most. De hétköznap szerintem csak egy lesz. Na a 2 lesz, bocs. Ha belekeveredek. Hétköznap 2, hétvégén meg akkor továbbra is 4 gémet osztok. Szerintem egy artporjájuk már nem látom értelmét az a baj, 3 gémnek hétköznap. Tata. Biztos, ami zihert, tartjunk balra. Ez a két csávos út van ott is. Most balra fordulósat játszunk. Most szerinted?
Aztán meg én kapok büntetés, hát elmegy a hova. Ismerős ez a környék. Vagy itt születtem, vagy ide jártam nőhöz. Mindjárt jobbra megyünk. Menjél jobbra. Volt már olyan, ilyen volt már, hogy nem is az, hogy inkább nem is streamben volt ilyen, hanem inkább, hogy mikor ha például rasztozunk, vagy akármelyik, amikor Discordon is van közös beszélgetés. Ugye két gombra van állítva a stream beszélgetésem, pont az egyik, amelyik a Discordon van, másik meg a másik gombon van, és másik gombot nyomtam, hogy beszélni akartam a Discordra, de másik gombot nyomtam, ilyen volt már. És ugye beszéltem, de nem kaptam választ, azt rájöttem közben, hogy rossz gombot nyomok. Most mi legyen, drága? Mert hogy én mondok valamit, te meg nem azt csinálod. Oké. Te vagy a főnök. Újra tervezzem? Vagy az se? Hopi, forduljunk vissza. Ilyen volt ma, de nem, hogy a streambe. Csinálok neked egy olyan nagyon szép útvonalat, de azon aztán maradj rajta, jó? No. Tartalán vagyunk, azt mondja királyságos, azt mondja, van egyszer egy bicskénk, ahol nem voltunk még elvileg. Így van, bicskén nem voltunk még. Nyerges újfalon sem voltunk még. Ott voltunk, ott is voltunk. Bicske ugyan, mehetünk. Lábatlanon sem voltunk még. Tatabányán sem voltunk még. Jó, szerintem válaszunk. Bicske, vagy nyerges újfalu. Ja, bicske, vagy nyerges újfalu, melyik legyen? Nem. Szerintem. Lében megszokás kérdése. Ugye régen mondom Ford kormányom, de ugye a Ford... Mi a Ford feedback-es volt. Ugye ez a realisztikus kormány volt. Elszállt benne ez a motor, ami visszaforgatja, meg oda visszaforgatja, meg rezeg minden. Ugye az elromlott, aztán önkéntelen is volt, amikor nekirántotta a kormányt másnak, meg hasonlók, aztán mondom inkább átérek billentyűre. Aztán régen sokat játszottam ezzel, nagyon sokat. Megszoktam a billentyűt, mondom. Egész jól tanultam. Hát most, ahogy látod a videóban is, egész jó megy. Bicske! Na akkor... Viszonyú kezd, mert ez 7900 euró. Ez ad a legtöbbet. Ja. Ez a legtöbbet, ezt visszük akkor inkább. Jó, sokat fizet. Ja. Ja, visszük ezt mannal. Ja, szóval látod, hogy a videóban is annyira nem vészes. Néha közben így elizél. Ja, amúgy nem vészes. Azon gondolkodom, hogy a GPS-eket miért rakják mindig háttal a kilátásnak. Olyan, hogy könnyebb lenne azzal, kormánnyal megy a... gázpedál meg a fék, az jobb lenne vele. De sajnos nem. Dezső, jobbra? Csak azért nem akarok venni, az az igazság. VR szemüvegre gondolsz most? Mert arra az nincs.
Kipróbálom szívesen, de nagyon drága az, az igazság. Az most én azért az a fél millió point azért nagyon sok szerintem. Hogy 300, de... Az első kijáratot megtalálod, csak azt venni, hogy az kirajtad. Fél millió. Na most menj ki. Akkor milyen szemüvegre? Ja, szóval ja, látom, meg olvasó szemüvegre gondolsz. Olyanom nincs. Balra! Nem most, még nem, nem most, hanem picit később. Még nincsen, hála Isten. Ja, nagy. Fordulj balra, szerintem. Még később nem múlik, azt mondják. Majd ahogy öregszem, gondolom, majd úgy kell majd. Ez már a rekord. Ez nagyon már a rekord most, nem baj. Beértünk. VR szemüvegre ízélek visszatérve. Egyszer néztem egy videót, VR szemüvegben játszották ezt a játékot, de fú, nagyon brutál is jó volt. Az, a, az hogy balra nézel... Tessék utána lesz nagy sírás, hogyha nem tudunk balra fordulni. Az, hogy balra nézel... majd, hát utána, egyenesen. Meg ilyenek, azt tök jó megvan csinálva. Szépen, egyenesen, mint a ugyanaz fordul a minden, ahogy kell, és tök realisztikus benne, tök jó szerintem. Nagyon jó megvan csinálva a VR szemüvegben. Ja, de úgy nincsen ilyen szemüvegem, ilyen olvasó meg ilyenek. Ja, ilyen szemüvegem nincsen, szalátás, javító szemüvegem ilyen nincs. Hogy lássak meg ilyenek, tudjak olvasni. Ilyenem nincsen még. De majd idővel, majd biztos. Kelleni fog. Ja, úgyhogy, jó. Ja. Ezt benéztem szépen. És nincs ki semmi tábla, érted, hogy merre kell menni majd. Ez nagyon, ez nem jó a megcsinálva. Uha. Ajjaj, ez így nem jó megvan csinálva. Ezt nagyon elrontották a szerkesztők. Egyenesen kellene csak úgy menni. A szerkesztőség nagyon elrontotta ezt, mert tehetek volna valami terülő táblát, hogy izé, hogy baleset lesz, aztán jobbra vagy balra kell kerülni. Így most szépen ezt töltik a gépet. De túléltük. 1% az nem sok.
Én értem, hogy van légzsák, de ennyivel? Aha. Ja, de nem tudom. Az a baj, hogy nem sok játék támogatja a VR-t azért. Azért van egy pár játék, ami megvan szabva, hogy melyik játék van hozzá. Ugye ez azt hiszem, ez igen, ezt támogatja, ha jól tudom. Már ezt játszottak is vele, meg azt hiszem ki is írja. Ezt támogatja a tuti, meg a Phasmophobia, ugye alapból VR-osoknak épül az a játék, az alapból azoknak készült. VR szemüvegeseknek. Meg ugye lehet simán VR szemüveg nélkül is játszani vele, PC-n ugye, az annyival jó. Az kifejezetten VR szemüvegeseknek készült. Úgyhogy, ja. Nem tudom majd milyen játékok vannak még, amik az jó. Ugye azt hiszem a Forest is, jól tudom. Meg is kiírja. Nem tudom, a Chego például, hogy az már lehetséges-e vele. Meg még vannak még, nagyon sok játék van, de nem tudom, hogy melyik támogatja. Meg ugye külön meg kéne menni olyan játékot, ami VR támogatású. Meg az a baj kevés szerintem. Ezt tudja meg a Phasmophobia, tudja, hogy VR szemüveges. De a többi az nem tudom, a Fortnite például, meg az ilyenek, az nem tudom, hogy lehet a VR-ba. Ugye az VR támogatás kell. Igen, sokan mondják már, amikor játszottam ilyenekkel, ilyen VR szemüvegesekkel, akik azzal vannak, és brutális azt mondják. Hát nos, sokkal jobb azt mondják. Ijesztőbb is, meg hasonló. De ja, az kipróbálnám egyszer, komolyan mondom. Kaphatnak egy ilyen lehetőséget egyszer kipróbálni, kipróbálnám, komolyan mondom. Én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen rohadt gyorsan kéne menni. Hú, apafej, én láttam már balesetes képeket. Tűzoltóság.hu. Nem szeretnének mindenféle hülye információkat feltartani, de érdemes jobbra tartani. És aztán egyenesen. Nem váltunk sebességet, egyenesen megyünk. Á, jó neked. Én nem, mert nekem csak ezt volt le, majdnem lehetőségem, de nem sikerült összehozni. De majd egyszer remélem ezt a lehetőségem. Akár ti nézők segítségével. Jobbra lenne érdemes tartani egy picit, mert utána csak cikcak van. Dezső, utána enyhén jobbra megyünk. Van ott kupleráj? Kisállok, de jobbra! Szóval jó, majd egyszer kipróbáljuk. És kipróbálom majd. Már ki is próbáljuk menni, azt lehet élőbe is nyomni. És lépben ugyanúgy fogod látni az egészet, mint én látom a szemüvegbe. De ki, azt egyszer majd, nem tudom, előre, vagy néző segítségével. Szépen tovább. Vagy valami... Vagy a néző segítségével majd, vagy nem tudom, hogy nekem egyszer kipróbáljuk majd. Remélem. Index, balra, kormány, balra, megyünk balra. Alapból egy Phasmophobiát próbálnék ki vele legőször is. Meg mondjuk ezt. Ezt nagyon kipróbálnám, ez brutális jó, azt mondja. Meg ahogy láttam, brutális jó. Hát igen, én sem szívesen vennék, ugye alapból ami egy jó minőségű, meg egy jó szemüveg, az ilyen félmillió, közel félmillió. Milyen 300 körül vannak, azok nem tudom ilyenek. De ugye ami direkt ilyen Steam-es játékhoz támogatott, meg a többihez, az ilyen félmillió, meg ugye annak hozzá mindent. Nem sokára jobbra kell menni, mindent. De tényleg. Ugye ezeket adják hozzá alapból. De nem még egy picit gyorsan, csak kérdezem. Nem mondom már egyszer, hogyha Dezső, jobbra? A lehetőség. Hoppa, hoppa, hoppa. Ezt nem értem. Enyhén jobbra. Akár néző segítséget, de ki akarom próbálni mindenképp.
Egy GPS-nek ez a legszebb pillanat, amikor azt mondhatja, megérkezés az úti célhoz. De érted? Megérkezés az úti célhoz. Hogy mondjam el még egyszer. Megérkezés az úti célhoz. Újra kell válnunk el. Szépen. Igen, ott van. Á, de majd nem tudom, majd mondom ilyen néző segítséggel, vagy nem tudom majd hogyan. De ki, mindenképp úgy akarom a live-val, hogy tudjam live-ban, hogy nincs értelme az a baj, hogy én kipróbálom, aztán ti ebből nem éreztek semmit se. Mindenképp úgy akarom, hogy egy live formájában közben megy az élőadás, és úgy menne a VR szemüveges dolog, és ti is úgy látjátok ugye a VR-ba, mint hogy én látom a szemüvegbe. Mindenképp így akarom majd egyszer kipróbálni. €10. De hol mutatja ezt a €10-ért? €10 az kevés szerintem. A számot kimennyi az euró most? 300 az euró, hogy mennyi? Biztosan nem €10-ért láthattad te azt ott. Nagyon keveslem én €10-t. Na azt mondja, itt vagyunk Bicskén, ugye? Igen, Bicskén vagyunk. Na. Van egyszer, itt már voltunk, Lovasberény voltunk. Iha. Várom, csak van, voltunk Biotorbágyon? Nem voltunk. Nem voltunk Biotorbágyon. Biotorbágy vagy Tatabánya, hova menjünk? De várjál, beírott egy VR szemüveg. Ugye alapból kidobhat neked olyan, és ami telefonos VR szemüveg, ugye azok olcsók, de nem érnek semmit sem. Azt tudom én, az nem ér semmit se például. Na, szerintem a €300 az már való ott van. Szerintem az a PC-s. Szerintem legalábbis az már PC-re való szerintem. No, azt mondom. Jó. Én döntöttem, elmegyünk Tatabányára. Egy Mercedes-szel. Elmegyünk egy Mercivel. És ha jól adtam, ezen már az újfajta izé van. Nem, rosszul adtam, csak elnézést. Azt hittem, az újfajta izé van rajta. Jó estét kívánok! Én az önök GPS-e vagyok a továbbiakban. Szívesen állok rendelkezésbe, amennyiben japán partnerüket valakinek meg kell hágnia végül. Minden nőt un valaki, ahogy szokták volt mondani, és ezügyben rendelkezésükre állok bármiben. Kevésbé vagyok jó, de abban is segítek némelykor, hogyha útvonalat szeretnének választani, de abban azért ritkában forduljanak hozzám, ha szabad kérnem. Egyet nem bírok, nem, bocsánat, kettőt nem bírok összesen. A kompon hányok, ha lehetséges, akkor arra nem menjünk, vagy arra választanak egy másik hangot, illetve azt gyűlölöm, de attól kifejezetten rémült vagyok, hogyha elmegy a GPS-vétel. Kérem, biztosítsa folyamatosan a GPS-vételt. Egyebekben pedig jó vezetést kívánok, és jó hangulatot, és japán nőt. Menjünk el, balra.
Oda nem tudunk menni, ahol élek lényegben. Ha szeretőd legyek. De még abba a városba se tudunk menni, ami közel van hozzánk. Már se vagyok, se pápa, még nincs, pápa sincs benne még ebbe az izébe. Mappolásba majd, de idővel majd biztos beratják, mert én be itt vagyunk már. Tatai megvan, Tatabányi is rajta van. Oroszlány, Fehérvár is van rajta. Gondolom majd a Veszprém. Dezső, jobbra. Veszprém rajta lesz, akkor majd rajta lesz pápa is, meg Ajka is gondolom. Majd akkor majd tudunk jönni erre a környékre. Meg ugye, nem is tudom, Kaposvár volt egyszer megbeszélve valakivel. Kaposvárra menjek majd, azt majd észbe tartom. Szóval majd elmegyünk majd Kaposvárra. Még az sincs benne sajnos. De majd oda is elmegyünk. Nincs elfelejtve, amint meg lesz a mappolás. Csináld úgy, hogy jobbra tartasz. És aztán majd enyhén jobbra. Pisálok, de jobbra! Se jobbra, se balra, egyenesen. De van idővel majd, talán majd meglesznek ezek a észak-magyarországi helyettségek is csinálva, de gondolom már biztos csinálják már. De majd ezt előbb-utóbb csak kiadják. Nem úgy egész jó, nekem tetszik ez a magyar map. Egy egész jó. De mégsem, mégis sok magyarok vagyunk. Itt menjünk, belföldi ára futballozás legyenek. Nemzetközi. Megamondó vagyok, még ezt lemegyünk, meg még megyünk egyet. Aztán szerintem 2-2-ből ennyi elég is volt. Mikor bár megyünk fortizni, aztán ott azért leszünk mind pár nagy pára, remélem. És többen leszünk. Úgyhogy szerintem az lesz. Megyünk még ezen kívül egyet, egy fuvart. Azért jó. Azért nagyon jó, hogy ilyen gyorsan is tudsz menni. Nem is tudom, mennyi pénzünk van, majd meg kell nézni, mennyi pénzünk van. Azt hiszem, ott van 80.791 eurónk van. Menni kéne egy kamiont majd. Majd szerintem az veszünk egy kamiont.
Beszéltünk, nem tudom, miről akarsz beszélni, beszéltünk nyugodtan, persze majd. Nem váltunk sebességet, egyenesen megyünk. Tarts jobbra. Mit keres a kecskén? Szerintem egy ilyen... Forduljunk most enyhén jobbra. 20-25 perc. Ezt még leviszik ezt a puvot, meg megyünk még. Még egyet megyünk, igen. Egy közelebbit, aztán lébe ennyi. Aztán utána, utána egy 10 perc pihi. És lényegében utána akkor indítjuk a Fortnite-ot. Ja, szóval szerintem ilyen 20 perc, 20-25. Majd menjél balra. Nem most, nem most, nem most, te kis kócos. Fordulj balra, szerintem. Jó, se... Semmi gond. Semmi gond, persze, nyugodtam. Igen. Ja, kb. Egy órást ízértem, hogy kb. Egy órást legyen. Hát a szokásos csettóbosás, az nem tesz jót nekem. De hát mindig ez van általában, hogyha belemerülök a csettóbosásba, akkor általában ilyenkor mindig baj van. De ez igaz, az igaz, így már ez. Például jó példa arra, hogy... Tarts jobbra! Igazából Dezső, ne használjunk telefont vezetés közben, mert ugyanez van. Ugyanez a jó példára. Élőben is például... Pisálok, de jobbra! Élőben is telefon nyomkodsz, hogy valamit olvasol, ugye, akkor ugye elvonja a vezetés a figyelme, és ugye ez a következménye, úgyhogy ez jó példa arra, hogy vezetés közben semmiképp se telefonoz. Egyenesen kellene csak úgy menni. Gáz, fék, meg ilyenek. Oksika, szia! Igen, valamennyit levon, most nem is tudom. Azt mondja, hogy... 3%-ot sérültünk. Majd a végén meglátjuk, de... Ja. De biztos levon, hogy alapból nem is az én kamionom, hanem bérelt kamion. Ugye a vérkamionnál felszámítja ezt is a sérülést, a motorkopás, meg ilyeneket is kiszámolja. De főleg inkább, hogyha az áru sérül, akkor van baj. De mindjárt majd levisszük a fuvart, minnyire is érünk, azt is kérja. Hallom, mondjad. Vagyis nem hallom, de olvasom. Szeretem ezt a vidéket, olyan nyugis. Majd mindjárt jobbra fogunk fordulni, addig tarts ki. Hm?
Dezső, jobbra. Index, balra, kormány, balra, megyünk balra. Most balra fordulósat játszunk. Oda jó, oda jó. Na, 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 ügyesen megérkeztünk, fel se borultunk. Igazából sikeres napnak tekinthető. Nem értem a kérdést. Hát az hogyan néz ki szegényem? Na, nézzük. Azt mondja, hogy alap, igen, gyakorlatosság bónusz, távolság bónusz, polkosi manőverezés bónusz, 11 plusz 15. Nem, nincs levonás, úgyhogy nem volt le. Akkor volt le, hogyha a polkocsinak sérülése van, akkor az árunak megsérül. Ja. Az áru sérül, akkor van probléma csak. Na, azt mondja, van 91 eurónk. Mennyibe kell egy kamion? Mondja, hogy van itt egy Volvo, van itt egy évek, akkor nézzünk egy Volvo-t. Na, mennyibe kell egy kamion, azt mondja, van 91 euróm. Ez a legolcsóbb és 113. Komoly. Mennyi a legdrágabb? $225,000. Nem semmi. Mondjuk ez már 250, de ez dupla, ugye? Már 290, nem semmi. De ez amelyik ugye 750-es. Ugye ez 750 lóerős, igen. 3550 Nm-es, igen. Ja, ez lenne jó, de ez 225 000. Nem semmi, basszus. Ha még oda vesz, mi azt megvesszük, megvizsgáljuk, hogy a feltételes szint 25, nem semmi. Mi vagyunk, ugye csak level 2-esek vagyunk, nem semmi, még messzi van. Ugye még pénzt tudnánk is felni, mert bon, ha van pénz, igen. 100 000-re tudnánk is fővenni. Napi 14 000 lenne a törlesztése neki. De igen. Innan fel egy kisebb kamiont. Az a baj, hogy nem érdemes megvenni a kisebbet. Úgyhogy nem veszünk. Inkább megyünk még egy-kettőt, aztán tudunk venni majd. Nem veszünk fel hitelt rá. Csak azért nem veszünk hitelt. Azt mondja, hogy gyors. Lassú, hol voltunk most? Iha, nem tudom, hogy hol. Ja, Tatabányán. Na, azt mondja, van egy olyan, hogy nyerges új falu. És méghozzá, ezért kell vinnünk lánctalpat. Holan itt van Kisbér, ugye? Bábulna is itt van. Ács. Elősül van elmenni különben. Almás fűszfő nincsen például. Thank you.
Nincsen ilyen, az a baj. Mindegy. Elmegyünk izdél a nyárkes újfalú, azt mondom, vissza tudunk jönni laptalan, meg a más vízfő. Hát most nem tudok, hogy szólni hozzá. Próbál ki. Na, nem tudok mit szólni hozzá. Vagy várjál, lábatlan, menjünk nyerges újfalú. Na, nem megyünk lábatlan, meg hasonlók, jó? Szerintem. Meg kapunk egy jó kis pénzt is, 8000. Hagyja jön csak a pénz. Kell, nagyon kell. Muszáj volt engem választani. Nem aludtam az éjjel, nem járnak jól velem. Egy másik hangot lehetne? Nem. Csapassuk. Az vagy nekem mi, testnek a kenyér. Mindjárt jobbra megyünk. A szeretőd legyek én, jobbra megyünk te meg én. Na, úgy látom, hogy nem megyünk ilyen szerpentinen, megyünk. Tudod, mit csinál az emberrel egy ütközés egy ilyen sebességnél? Úgy, elég kacskaringos lesz az utunk. 32 kilométer, ahogy nézem. Oda néz, egy csík fákból. Mi van? Átfestjük az autót pirosra? Belül? Ez az, Pubi! Nyomjad neki! Szép sebesség, gratulálok. Én meg ugye álmomban szeretnék meghalni, mint a nagyapám, és nem üvöltve sikoltozva, mint az utasai. Ő jó kacskaringós volt, mit nem mondjak. Értetlen. Ezek a magyar utak. Esetleg mehetnénk lassabban. Hungaroring! Akarsz csinálni egy 300 ezer forintos számlát?
Nem értem, mit akarsz ezzel a Thunder, úgyhogy sajnálom. Ilyen tév szavakba írsz, így nem tudom kibogozni sajnos, hogy mit akarsz. Vagy konkrétan írd le privát, vagy inkább privátba, nem tudom. Az a baj, nem, egyszer nem tudom kibogozni. Hogy mit akarsz, az a baj. Ne haragudj. Tényleg még valami mesengren tesztelsz, utána mit szólsz hozzá. Nem mondom már senkinek a neve, a profilod most nem értem, mit akarsz ezzel. Az a baj, hogy ez ilyen tőszavakba nem tudom kibogozni. De hol akarod megosztani a képernyőd? Hogy milyen képernyőt akarsz megosztani? Apafej, én láttam már balesetes képeket. Tűzoltóság.hu. Én értem, hogy van légzsák, de ennyivel? Még sem mondja, hogy a baja. Ilyen kacskaringó lesz itt. Még 21 km, Jézusom. Ez nagyon sok lesz. Én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen rohadt gyorsan kéne menni. Ja, értem. Nem értem. Bocsánat, úgy. Összfogba írsz. Nagyon nem tetszik. De mi a nem értem, mit akarsz letesztelni? Mit tesztelsz? Mit akarsz? Mi a célod? Ezt írd le. Mert elég jól körülírod, hogy mit akarsz. De azt nem írod le, hogy mit akarsz. Esetleg mehetnénk lassabban. Oh, Hungaroring! Én ezt értem, az OBS-be állítod, de most, ez, de most nem tudom miért, de nem kérsz engedélyt, ja. Nem értem. De nem még egy picit gyorsan, csak kérdezem. Úgy az OBS nehéz beállítani, hogy izé most például engem akarsz fölvenni az OBS-sel, azt akarod lejátszani, úgy kicsit nehéz lesz, mert ugye az alapommal az internetből annyit elrabol, hogy rossz lesz a képminőség, és a veszteség is nagyon rossz lesz. Alapból nézzel a videómat, az egy letöltés sebességnek számít. Az OBS azt startizéli, amit elkezdi feltölteni, az már mind veszteséggel fog dolgozni szegény. Ja, értem, jó. Hát csinál csak, nyugodtan. Próbálgass, hát ennyi. Most nem tudok mit mondani. Próbálgass, hát most veszte nem vesztesz vele. Az OBS úgy jó, hogyha játszol, aztán választod, közvetíted ki. Ez az, Pubi! Nyomjad neki! Menjünk balra, vigyázz a falra. Próbálgass, nyugodtan. Azt be lehet állítani könnyen. Index, balra. Kormány, balra. Megyünk balra. Jaj, nem néztem körül. Nem néztem körül, de szerencsénk volt, nem jött semmi, se onnan se. Hát ez inkább ne is kilódjál te most ezzel a beszélgetéssel szerintem. Inkább várj meg, még nézzük aztán, akkor elmondod, de úgyse fogom érteni, az a baj. Ha így mondod ott is, akkor nem fogom érteni. Tudod, mit csinál az emberrel egy ütközés egy ilyen sebességnél? Sajnálom, de...
Nem akarok megbántani, de az a baj, hogy így nem értem. De Viktor se érti szerintem, csak próbált összetenni a mondataidat. Szerintem ő se érti. Nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel mégy, tudod, mert én végül is egy viszonylag strapabírótokban vagyok. De biztos vagy benne, hogy te is? Mi van? Átfestjük az autót pirosra? Belül? Azért is mondtam, nem. Mert így írod így tőszavakba is, és így nem tudom kibogozni, az a baj. Hiába is koncentrálok, nem tudom kibogozni. Így tőszavakat hisz, így nem jó. Wow, azért jó. Azért nagyon jó, hogy ilyen gyorsan is tudsz menni. Na, Esztergom. Szép sebesség, gratulálok. Én meg ugye álmomban szeretnék meghalni, mint a nagyapám, és nem üvöltve sikoltozva, mint az utasai. Én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen rohadt gyorsan kéne menni. Igen, fejtörő vagy. Az írásait fejtörőek. Szerintem még a régészek és meg a többiek is gondolkoznának, hogy mit akarsz. Meg a profi szófejtők is lehet, hogy gondolkoznának, hogy te most mit akartál ezzel kibogozni. De jó, ja, semmi gond. Elnek ilyen fejtörők is, csak az a baj, fáraszt. Fáraszt. Na, a nyerges új felolvassam. Oda néz, egy csík fákból. Nem sokára jobbra kell menni, de tényleg. Attila. Dezső, jobbra. Szeretem ezt a vidéket, olyan nyugis. Majd mindjárt jobbra fogunk fordulni, addig tarts ki. Pisálok, de jobbra! Fordulj balra, szerintem. Itt vagyunk!
Jaj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 
Hoppa! Volt egy kerítés. Ah, majd most. Hello, hello! Pont akkor hiszem, amikor ki meg mindennek. Össze-vissza megy. Igaziból könnyebb szerintem legalábbis, mint így. Jó, azért más. Mert egy játékról beszélünk. Igaziból könnyebben megy. Na, haladunk felfele. Örök felvítő talajvíz. Na, van 100 000-ünk már, királyság. Hey, köszönöm a követést, üdvözöllek köztünk. Kacok. Hát a rettenetes hármas nézőszámmal szerintem abba hagyjuk. Ezt kirakasztom a falon, azt a hármast. Állandó marad. Jó, 10 perc pihi. És jövünk vissza a Fortnite. Talán többen leszünk, látom. 3-nál. 2-nél. Ja, jövünk vissza, jó. Felmegyek. Perspihi. Megfejtjük Tundernek a beszélgetését. Mit akar? Jól lefarsz, jön vissza egy Fortnite-tól. Na, addig is, papa.